Nagypapa! Mondjad, kisunokám! Mit? Amit akartál. Mit akartam? Szerintem tüsszenteni, csak elfelejtetted, hogyan kell. Nagypapa! Igen? Mikor érünk már a játszótérre? Már ott vagyunk. Akkor hol van a mászóka? Alattad. Már fel is másztam rá? Nem, csak felismert és megpróbált elbújni előled. Nagypapa, bemehetek a homokozóba? Be, csak vigyázz, nehogy elroncsd a homokot. Mint tegnap az oknimat? Igen. Nagypapa, figyú, nem kell neked egy póni? Nem. Akkor az enyém lehet? Mondd csak, nincs kedved elmenni a játszótér másik végébe és megnézni, hogy ott vagyok-e? Nem vagyok hülye. A játszótérnek nincsen is másik vége. Nagypapa, mi a különbség a pókember meg a november között? Az egyik egy szuperhős, a másik meg hónap. Hónap? Ma még nem, csak hónap. Na menjél szépen hintázni. De el van szakadva a hintalánca. Akkor pláne. Nagypapa, mi az a vakcina? Védőoltás. És hogy véd meg, ha nem lát? Téged sehogy, mert visszamenekül a fecskendőbe. Fecskendőbe? A fecske miért hord kendőt? Fél, hogy fejen kakíja magát. Neked már sikerült. Úgyhogy igen. Nagypapa, csúszdázhatok? Igen. Nem sikerült. Lentről fölfelé nem is fog. Fel kell mászni és onnan lecsúszni. Értem. Nem hiszem. Nagypapa, játszol velem Peppa malacosat? Jó, én leszek a böllér. Akkor lehetek én a Peppa malac? Ragaszkodom hozzá. És nagypapa, a Thomas gőzmozdonynak miért van arca? Hogy lássa, mennyit késik. Legközelebb mehetünk Domonyvölgybe a nagymamához Thomas gőzmozdonnyal? Igen. Júj, de jó, júj, de jó. Te is örülni fogsz, ha majd jön a Thomas. Igen. Pláne, ha a sinen várod. Nagypapa, kérdezhetek még egy mesével kapcsolatos dolgot? Nem, de fogsz. Az úgy, hogy a szem a tűzoltóban melyik a szem? Amelyik a homloka és az orra között van. Miért érdekel ez téged? Mert valószínűleg ő az igazi apukám. Hogy? Mert anya tegnap azt mondta a Gabi bácsinak, hogy én az egy szem gyereke vagyok. Nincs kedved ráülni a mérlek hintára? Majd daruval ráejtek egy sziklát a másik felé. Nagypapa! Gabi bácsi miért csak akkor jön hozzánk, ha apu nincs otthon? Kevés a hely? Az ágyban igen.
És azt tudtad, hogy ha anyától szívességet akarsz kérni, akkor Gabi bácsit kell megkérni rá, hogy szóljon. Miért? Mert apa akármit mond, anya mindig azt mondja rá, hogy nem. Gabi bácsinak meg folyton azt, hogy igen, 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 igen. Mondjuk előtte mindig be kell csukni az ajtót. Miért csukja be az ajtót, fél, hogy én is kérdezek? Attól mindenki fél. Nagypapa, akarsz látni egy pónit? Nem. Akkor veszel nekem egyet csukott szemmel? Nézd csak! A kisfiú leszállt a nyuszi motorról. Nem ülsz rá? Ó, tegnap már ráültem, de nagyon sírt. Nem a kisfiúra, hanem a motorra. Az is sírt. Nagypapa, miért olyan nagy az a brokkoli? Mert az egy fa. Mint a szappan? Ne. Igen. És hogy tudnak a fából szappan csinálni? Nem fából készül, csak az a neve. Mint apának? Apát Lacinak hívják, nem faszappannak. Pedig anyu annak hívja, csak rövidítve. Nagypapa, elviszel a cirkuszba? Most nincsenek otthon anyádék. Nem abba a cirkuszba, hanem ami a páros ligetben van. Az nem páros. Páratlan? Igen. Ha? Mint az agyad. Annak sincs párja a földön. És a cirkuszban miért van a póni fején tollseprű, hogy összeszedje a port? Azért hívják porondnak. Én megválaszoltam a saját kérdésemet. Kaphatok ajándékba egy tollseprű? Igen. És rajta maradhat a póni? Igen, csak most már maradj csöndben. Jó. Nagypapa, megehetem azt a túró Rudit? Az egy katica. Mi az a katica? Rovar. Mint apa terepjárója? Az meg rover. Ha? Miért olyan nagy a terepjáró? Azért, mert busz akart lenni, csak megállt a fejlődésben. És a busz miért nem iszik vizet, hogyha csuklik? És ha csak az első ajtón lehet felszállni, akkor miért van több ajtaja? Azért, hogy a hátsó ajtók egyikén meg tudjanak szabadulni tőled. De nagypapa, a metró miért nincs első ajtós felszállást? Nem kezdem el magyarázni, mert mire a végére érnék, elfelejtenéd az elejét. Minek az elejét? Na, ugye. És nagypapa, a negyedik hullámnak melyik boltban árulják az elejét? Mit hordasz össze már megint? Tegnap a tévében egy doktorbácsi azt mondta, hogy a negyedik hullámnak elejét kell venni. Igen, az azt jelenti, hogy meg akarják előzni a betegséget. Jó! Miért? A betegség gyorsan fut? Miért nem engedik, hogy elfusson? Mert hogyha megelőzik a betegséget, akkor a betegség, ahogy szalad, utoléri őket, és akkor betegek lesznek a bácsik, meg a nénik, meg a róka. Te is kimelegedtél, nagypapa?
Mondd, nem akarsz játszani? Ó, én mindig játszok. Igen, az idegeimmel. Azokkal hogy kell? Nem mondom meg, mert akkor újabb hülyeségeket fogsz kérdezni. Ha nem mondod meg, akkor hülyeségeket fogok kérdezni. Mondd meg! Nem mondom! Jó, akkor hülyeségeket kérdezek. A róka meg a póni tudnak róla, hogy az egyik róka, a másik meg póni. Mint ahogy a nagymama is tud róla, hogy nagymama, te meg nagypapa. Nagypapa miért alszol? Mert elfáradtam tőle. Miért? Nem is kergetőztünk. Pedig lehet, hogy azzal jobban járnánk. Júj, nagypapa, kapjál, ha tudsz! Jó, de akkor szaladj el. Ja, tényleg. Akkor szaladok, és utána el is bújok. Végre egy épkézláb ötlet. Jó, akkor épkézláb megyek. Na, aki bújt, aki nem, póni! Jó.